Sherin Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na, hát hallhatta az imént Binder Istvánt, azért van itt mit nézegetni, vizsgálni, tehát hogy indokolt volt-e egyszerre, egyrészt majd a gazdasági versenyhivatal, de a PSZ-nak is van dolga e témában. Akkor most miért mondják azt, hogy a bankok mögé bújik, és ez egy újabb akció, vagy a bankokra kenni, vagy nem tudom, mit jelent ez a mögé bújik? Igen. Hát ugye mi azt gondoljuk, hogy ahelyett, hogy a kormány belátná a saját felelősségét a kialakult problémában, megpróbálja ezt a felelősséget átkenni a bankokra, ilyen értelemben a bankok mögé bújik, ahelyett, hogy a saját portája előtt söprögetne, hogy így fogalmazzak. De hogy mit is értünk ez alatt? Ugye a bankok, amikor mondjuk megemelik a hitelkamatokat, akkor az azt jelenti, hogy a bankok a saját kínált szolgáltatásuknak az árát gyakorlatilag megemelik. Erre leginkább legtöbbször az okot azt szolgáltatja, hogy a költségeik megnövekednek. Ezek a költségek pedig gyakorlatilag két, sok dologtól függenek, de két dolgot mindenképpen kiemelhetünk. Az egyik az az, hogy mennyire ítélik meg a bankot hitelező bankok és egyéb szereplők kockázatosnak a bank tevékenységét, ez az a bizonyos kockázat után fizetett felár, ami az elmúlt hónapokban nagyon-nagyon jelentősen növekedett. Én is ezt a mondtam másik Binder pedig... Istvánnak, de bocsássuk meg, itt akkor álljunk meg egy másodpercre, de erre azt mondta Binder István, hogy ez egész nyáron is folyamatosan emelkedett, akkor miért pont most? Én erre nem tudtam mást mondani érvként, amit mondhatna a bankszövetség, ha végre megszólalna, de nem szólal, hogy például vártak őszig, azt mondták, hogy jó, akkor is türelem, akarunk mi hitelt nyújtani, na de őszig tart a, hát több, mint türelmünk, hanem inkább az újabb kockázatunk, vagy újabb veszteségünk. Igen, ez egy lehetőség. Ugye lélektanilag azt most megmondom, hogy mikor dönt úgy a bankoknak a vezetősége, hogy gyakorlatilag érvényesíti ezt a költségnövekményt, ezt így megsatszolni nehéz. Az biztos, hogy az elmúlt napokban is, mint ahogy az megelőző napokban is, volt egy folyamatos növekedés ebben a tényezőben. De a másik, ami talán még fontosabb, az a forint árfolyamának az alakulása, és itt azt látjuk, hogy szeptemberben 10%-os romlás volt, amiben az elmúlt napok jeleskedtek igazán, hogyha lehet ezt a pozitív fogalmat használni ebben az esetben. Tehát az azt jelenti, hogy az elmúlt napok fejleményei azt mutatták a pénzpiacokon, hogy a forint az egy kockázatosabb fizetőeszköz, és ez aztán tovább gyűrűzik a bankszektorra. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy bizonyos intézkedések életbe léptek, a piac szereplői kockázatosabbnak ítélték meg a forintot, ezért romlott ennyire a forint árfolyama. Ez mi ebből az a 2012-es költségvetés bejelentése? Erről arra következtethetünk, hogy az elmúlt napok fejleményei azok, amik itt a háttérben állnak. Ebből én azt gondolom, hogy kiemelkedik az, hogy megindult a végtörlesztés, mint lehetőség. És akkor emellett van még néhány tényező, például a költségvetés, azonban is az adómódosítások, meg általában a kormánynak a borzasztóan bornért kapkodó gazdaságpolitikája, de talán a legjelentősebb ezek közül mindenképpen a végtörlesztés, amivel két nagyon nagy baj van. Az egyik nagy baj az az, hogy gyakorlatilag csak azok tudják igénybe venni, akik most a párna alól elő tudnak rántani néhány millió forintot végtörlesztésre. Tehát azoknak nyújt a kormány ezzel segítséget, akik igazából nem szorulnak rá erre. De viszont mint látjuk... De ezt is magyarázták, hogy de akkor lenne igaza önnek, vagy nekem, amikor például ezt felvetettem Szijjártó Péternél, hogyha csak ez az egy intézkedése lett volna a kormánynak, de hogy ez egy eddig három lépcsős intézkedési sorozat egyik eleme, vagy egyik lépcsője. Igen, mindjárt beszélünk a többi lépcsőről, remélem marad rá idő. Szóval, hogy az egyik, hogy csak a kiválasztott tehetősek élhetnek vele. Na, a másik nagy probléma, amit egyébként már az intézkedés bejelentésekor mi borítékoltunk, hogy a következménye az lesz, hogy a rendszerben maradó költségei megnőnek azáltal, hogy megnő a törlesztő részlet. Most azt látjuk, hogy pontosan ez történik, megemelkedik a forint hitelek kamata, aki benne marad a rendszerben, azok nagyon súlyosan vesztesei ennek az ötletnek, ezt lehetett előre látni, ez történik. Úgyhogy ez az intézkedés ez alapvetően hibás, fokozza a bankrendszer kockázatát, rontja a bennmaradó hiteleseknek a helyzetét. Ezért ezt nagyon gyorsan vissza kellene vonni. De hogy akkor igaz-e az a állítása a kormánynak, hogy viszont nem hagy senkit az útszélén, ugye ezt a kifejezést használta Orbán Viktor. Hát itt a kormányra hivatkoznék, Varga Mihály mondta azt, hogy újabb hiteles mentő csomag nem lesz. Márpedig, hogyha végignézzük ezeken a csomagokon, akkor azt látjuk, hogy ugye volt itt ez az árfolyam gát. Ezt körülbelül néhány ezer
ember vette eddig igénybe, tehát ez egyértelmű blöff. Aztán lesz eszközkezelő és valamikor. Van az eszközkezelő, amire nagyjából fele annyit szánnak, mint Kósa Lajos kedvenc stadionjának a kifestésére. A kormány állítása szerint ez az elkövetkezendő több évben néhány ezer családot jelent csak. Na most ezt a néhány ezeret viszonyítjuk a 100 000 kilakoltatás előtt álló családhoz, akkor azt látjuk, hogy a kormánynak nincs elképzelés, hogy hogyan tudna segíteni. Egyetlen jelentős tétel van, ami akár több 100 milliárdot is jelenthet, ez pedig ez a végtörlesztés, ami megint ugyanazoknak megy, akiknek bent az egy kulcsos adó is. Tehát a tehetősebb rétegnek, akik még tudnak többet vállalni. Na, meglátjuk, hogy mire jut a gazdasági versenyhivatal meg a PSZF, aztán folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.